Amikor én nekiálltam híradózni, akkor gyakorlatilag a kereskedelmi csatornák, mint olyanok, még nem működtek, ugye. 1997-ben augusztusban indította útjára kereskedelmi csatornáját az RTL Klub, és szeptemberben pedig a TV2. Mégis a TV2 novemberben indíthatta el a rendes adást, és decemberben később indíthatta el az RTL Klub. Gyakorlatilag ugye sok esetben mondják, monopól helyzete volt a magyar televíziónak, azt csináltak, amit akartak. Hát nem igaz. Szakmailag azért megnézhetjük, hogyha még ha a képi világ a kezdetleges volt, vagy benne volt a riporter, ami ma már 20 éve elképzelhetetlen, ugye, hogy benne legyen a riporter. Mondjuk, hogy a képi tagából egy interjút, és így van, akkor nem az a képkivágás gyakorlatilag, hogy ő is benne van a képen, ugye? Csak a keze. Igen. Tehát ezek a dolgok változtak az elmúlt 20 esztendőben körülbelül. Abban az időben, ha megnéznek egy légitő rádió, televíziós tudósító, jóval hosszabb anyagokat készítettek. És hát mindig ne legyenek illúzióink az éppen regnáló kormány elvárásai szerint. Manipuláció-e a híradó vagy tényközlés? Ez is, az is. Ma egy újságíró kollégám azt kérdezte tőlem, amikor készített az interjút, hogy ő leírhatja-e azt, hogy én nekem van egy olyan vehemens véleményem, hogy nincsen független híradó a Magyarországon, mondtam, hogy nyugodtan. És az volt a következő kérdés, hogy én ennek örülök-e. Én nem örülök neki, de ez van. Tehát olyan illúziókat most már nem ringatok, hogy van ma Magyarországon olyan független híradó, akár újság, ne adj Isten, ami politikától mentesen működik. Egyszerűen nincs.